ez a szokásos helyzet volt, mint mindig, hogy kitűztünk a Szalka Józseffel, a menedzsmenttel egy időpontot, körülbelül egy évvel ezelőtt, és természetesen három hónappal ezelőttig nem volt egy dal se, úgyhogy a nyári turné alatt, amíg volt szerintem körülbelül 20-25 koncertig, ez alatt sikerült megcsinálni a lemezt, majdnem, hogy nulláról. Masterig, és ezt nagyon élvezzük, mert hogy ez átfog egy nagyon masszív korszakot, és nyomás alatt jönnek jól a dolgok. Körülbelül másfél éve jelent meg az első lemezünk, a Túlélő, ami első helyen nyitott eladási listán, ez most a második, igen, ez ma jelent meg. Erről már három dallal találkozott a közönség, mert ezen van rajta az Eurovízión eljátszott életcímű dalunk. Beszélj hozzám, és ne rólam, én az életem. Nem a falra. Igazából készült egy olyan ballada, amit úgy leszünk vele, mint a tavaly is, hogy beküldjük, ha bekerül, bekerül, ha nem, az se probléma, de ez mindenképpen egy nagyon jó promóciós lehetőség, mert nem annyira van ott helyünk ebben a műsorban, ezzel ellentétben úgy gondolom, hogy olyan emberek, akik a metal és rockzenei fórumokon keresztül tudnak csak minket elérni, tehát új emberekhez el tudunk jutni ilyen műsorok által, ahogy az előzőnél is sikerült. Neked egy könyvet, a lapjait teleírom, vérrel, verítékkel, valahogy még kibírom, de aztán elmegyek innen messze. Négy dallal fogunk most előrukkolni. Kettő olyan, ami már eddig is volt, és kettő teljesen újat fogunk játszani. Most elindul a lemezbemutató turné, körbejárjuk az országnak azokat a pontjait, ahol az elmúlt egy évben nem voltunk. Emellett elindulunk külföld felé. A környező országok most már nem magyar lakta területeit, és megpróbáljuk, mint Bécs, Prága, Zágráb, stb. Tavasszal pedig folytatódik a turné, de most gyakorlatilag kezd összeállni a következő egy év, úgyhogy azt is látjuk, hogy nem lesz nyugi a következő egy évben. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek! Indul az aláírás, gondolom egy pár perc múlva. Hálás köszönetünk, hogy itt vagytok!